Ne légy áldozat! Ezzel a címmel indult több hónapos előadás és programsorozat Gödöllőn, a Család Gyermek Ifjúság kiemelkedően közhasznú egyesületnek köszönhetően. Az uniós forrásokból megvalósuló projekt első témája a gyermekbántalmazás volt. Szadán megkezdődtek az útfelújítási, karbantartási munkálatok. A tervek szerint a község 10 év alatt csaknem 500 millió forintot költ utak korszerűsítésére, aszfaltozására. Domony világhírű szülöttjére, Huszárik Zoltán filmrendezőre emlékezett. Leleplezték Huszárik Zoltán bronzmellszobrát, és róla nevezték el a helyi művelődési házat.